2018. november 26. Ózd. Krisztián élt 16 évet, és Roland élt 18 évet. Nevelő apja leszúrta őket, amikor édesanyjukat próbálták védeni a férfitól. A nő is súlyos sérüléseket szenvedett, de túlélte a támadást, miközben végig kellett nézni a fiai meggyilkolását. A férfi önmagát is megsebesítette, és magukra zárta az ajtót, hogy a nő vele együtt halljon meg. A nőnek órákkal később sikerült megszöknie és segítséget kérnie. 2018. december 15. Városföld. Jutka. Élt 66 évet. 55 éves élettársa italos üvegekkel többször fejbe vágta, a mellkasára térdelt, a nyakát megszorította, majd mellkason szúrta. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe. A férfi ezután öngyilkosságot kísérelt meg, a gázt megnyitva, másokat is veszélyeztetve. 2018. december 21. Budapest 21. kerület, Csepel. Ildikó. Élt 59 évet. 29 éves nevelt fia nyakon szúrta. 2019. február 13. Budapest 5. kerület. Ismeretlen nevű nő. Élt 52 évet. Élettársa olyan súlyosan bántalmazta, hogy a nő belehalt sérüléseibe. 2019. február 25. Kajár Béc. U. Piroska. Élt 27 évet. Szakításuk után nem sokkal volt élettársa, a nő otthonában bántalmazta és többször is megszúrta. Ezután a férfi a lakásból távozott, magára hagyva a nőt és 10 hónapos gyermeküket is. A nő a helyszínen életét vesztette. 2019. március 8. Szekszárd. Ismeretlen nevű kislány. Élt 6 évet. 19 éves unokatestvére szexuális indítatásból kicsalta az erdőbe, majd különös kegyetlenséggel meggyilkolta. A kislány holttestét a folyóban találták meg. 2019. április 20. Forráskút. Ismeretlen nevű nő. Férje megölte, majd öngyilkos lett. 2019. május 2. Káld. Zsanett. Élt 37 évet. 20 éves fia többször mákason szúrta. A nő a helyszínen életét vesztette. A férfi az anyjuk segítségére siető 15 éves öcsét is többször megszúrta, súlyos sérülést okozva neki. Családtagjait korábban is bántalmazta. 2019. május 5. Makó. Ismeretlen nevű nő. Élt 55 évet. 23 éves fia közös otthonukban olyan súlyosan bántalmazta, hogy a nő életét vesztette. A férfi korábban már volt büntetve közeli hozzátartozója ellen elkövetett bűncselekmény miatt. 2019. június 14. Zalaegerszeg. Ismeretlen nevű nő. Élt 29 évet. Élettársa olyan súlyosan bántalmazta, hogy a nő belehalt sérüléseibe. A férfi többszörös visszaeső. 2017-ben feltételesen szabadult emberölés miatt fegyházbüntetéséből. A pár hajléktalan volt. 2019. június 16. Érd. Ismeretlen nemű nő. Élt 60 évet. Volt férje engedély nélkül tartott lőfegyverével fejbe lőtte. A férfi korábban rendszeresen bántalmazta a nőt, ami miatt távoltartást is elrendeltek ellene, és per is folyamatban volt. A nő holttestét a lánya találta meg. Június 17. Biatorbágy. Vera. Élt 18 évet. 20 éves bátyja folytogatta, majd leszúrta. A férfi a hazatérő anyjára is rátámadt, folytogatta. A nőnek ismerőse segített kiszabadulni a helyzetből. A férfi korábban agresszíven viselkedett családtagjaival, és meg is lopta őket. 2019. július 5. Budapest 18. kerület. Ismeretlen nevű nő. Élt 23 évet. Férfi rokona egy kalapáccsal halálra verte, a fejére mért ütésekkel. A nő a helyszínen életét vesztette. 2019. július 30. Budapest 10. kerület. K. Kata. Élt 23 évet. Volt partnere pulóvert tömött a szájába, majd elvágta a torkát. A nő szerette volna lezárni kapcsolatukat. A férfi azonban többször megfenyegette azzal, hogyha elhagyja, elvágja a torkát.
2019. augusztus 13. Mohács. Ildikó. Élt 76 évet. Nyelvészként doktorált fia megölte. A szomszédok szerint a férfi évek óta egyre minősíthetetlenebb stílusban kiabált az anyjával, ami messzire elhallatszott. 2019. augusztus 22. Budapest, 2. kerület, Zöldlom utca. Anita élt 31 évet, és Vince élt 4 évet. A nő élettársa megölte partnerét és a közös gyermeküket is. A férfi ezután magával is végzett. A cselekmény előtti napokban a nő kihívta a rendőrséget, de a felek meghallgatásán kívül nem történt intézkedés. Később a szomszéd tett bejelentést, de nem küldtek járőrt. Tavaly decemberben kigyulladt a család lakása, de a gyermekkel otthon tartózkodó férfi csak a rendőrök felszólítására volt hajlandó beengedni a kiérkező mentőket és tűzoltókat. Az ismerősöknek a férfi korábban azt mondta, hogy ő megölni a párját, hogyha az el akarná adni. A szomszédok az utóbbi időben egyre gyakrabban hallottak kiabálást a lakásból. A férfi meggyanúsította a nőt, hogy megcsalja. A férfi az élettársával és a gyermekével együtt a kutyát is megölte. 2019. szeptember 1. Tata. Katalin. Élt 37 évet. 51 éves férje 3 héttel házasságkötésük után baltával és vadászkéssel támadt rá. A nő belehalt sérüléseibe. 3 kiskorú, egy 8, egy 12 és egy 14 éves gyermeket hagyott maga után. 2019. szeptember 2. Andornak tája. M. Renáta élt 44 évet, és K. Éva Katalin élt 5 évet. A nő volt férje megkötözte volt feleségét és közös gyermeküket, majd mindkettejüket megfojtotta. A férfi ezután magával is végzett. A házastársak az év elején váltak el. Az elkövetőnek a gyilkosság napján kellett volna kiköltöznie a családi házból. 2019. szeptember, Budapest, 3. kerület, Óbuda. K. Nikoletta élt 18 évet. 26 éves partnere olyan súlyosan bántalmazta, hogy a nő belehalt sérüléseibe. A férfi a nő arcát a felismerhetetlenségig összeroncsolta. Az áldozat a szülei szerint félt a férfitől, aki korábban többször bántalmazta a nőt, és öléssel is fenyegette. 2019. szeptember 22. Székesfehérvár. Ismeretlen nevű nő. Vele egy fedél alatt élő vejjel hasba szúrta. A nő holttestét az unokája, az elkövető fia találta meg, ő értesítette a rendőröket is. 2019. október 20. Bécs. Ancsa. Élt 63 évet. Élettársa halálra verte. A férfi ezt megelőzően rendszeresen bántalmazta a nőt, néha olyan súlyosan, hogy az áldozat napokig nem tudott kijönni a házból. 2019. november 8. Tárnok. N. Zsuzsanna. Élt 38 évet. 38 éves férje olyan súlyosan bántalmazta, hogy a nő a helyszínen életét vesztette.